nem ehhez szokott hozzá az elmúlt két évben a szekszárdi kosaras publikum. Mármint a fájó vereségekhez. Sokkal inkább a fontos meccsek megnyeréséhez, az ezüstökhöz. Éppen ezért nehéz volt feldolgozni a szerd este történteket. Azt, hogy a Győr az alapszakaszbeli várakozás alatti szereplés után a negyeddöntőre ennyire összeáll. Hogy nem elég ellene egy szokásos szekszárdi színvonal, vagy azt überelő teljesítmény, hanem extra kell a légiósoktól, extra kell a magyaroktól, és olyan együttes csapat teljesítmény, amit az Európa kupában a Big Boss és a Girona ellen nyújtott a kétszeres magyar bajnoki ezüstérmes egyszeres kupa győztes. A drámai véghajrában megint náluk, mármint a győrieknél voltak azok a bizonyos extrák, úgy tetszik a játékosok fejében, illetve kezében. Centerük Gray és Mandics, akik kiemelkedtek a vendégcsapatból, kosarára már sajnos nem volt válasz sem Bishoptól, sem a betegen pályára lépő McColltól, sem Studer Ágitól, sem a többiektől. Így az esélytelennek vélt Győr 65-re legyőzte a továbbjutásról döntő harmadik mérkőzésen a KSC Szekszárdot. És elvette ezzel a négybe jutás, az éremszerzés lehetőségét az elmúlt 2-3 év új süttető magyar sikercsapatától. Szekszárd egy kicsit több játékos rotált talán, de nagyon óriási volt a szívünk ma, és nem is tudom, hogyan hajszoltuk bele magunkat a győzelembe, mert 18 pontos előnyt adtunk el, de nagyon-nagyon boldog vagyok. Sopron ZTE és Győr, Biós Győr Miskolc elődöntőket rendeznek az idei kosárlabda bajnokságban. A KSC Szekszárd maximum az 5. helyet szerezheti meg ebben az évben.